miatt léptünk előre az abszolút és a relatív egyeztetése terén a beszélgetésben, de úgy velem úgy annyi téma merült fel folytatásra, az abszolútat nem tudjuk lezárni, úgyhogy én igen lelkesen és hálásan fejezem be ezt a mostani beszélgetést. Rájön az ember, hogy a természetben van verseny is, de a fő motívum az az együttműködés. Nem csak én a természettel működök együtt, hanem a természet összes eleme, hihetetlen egy. Ami a természetben van, az valami zseniális. Azt szerettem volna mondani azzal, hogy nekünk együtt azért jó, hogy itt vagyunk, hogy mindannyian, ha össze tudjuk dugni a fejünket, és arról kezdünk gondolkodni, hogy ne csak a velünk jövő, a minket követő, az előadásainkra eljövő, sokkal-sokkal tudatosabb, az életét kormányozni akaró rétegbe gondolkodjunk, hanem mindenkibe gondolkodjunk, aki odakint van, hogy ezt hogy tudjuk megoldani. A rivalizációt, a harcot kellene felváltani az együttműködésnek. Tehát az, ahogy mi itt most helyet foglalunk, és megosztjuk egymással a gondolatainkat, ugyanígy lenne jó működni minden téren, szakmapolitikai és a hétköznapi emberek szintjén egyaránt, tehát ez tudná átszőni a társadalmat, és akkor még egy hívó szó volt ez a szövet, a társadalmi szövet, ami nekem is kedvenc kifejezésem, én csak patchworknek nevezem azt a sokszínű takarót, amivel Magyarországot le lehetne fedni, hogyha ezek a közösségek egymás mellettiségben össze tudnának kapcsolódni és együttműködni, kiegészítve egymást, segítve, támogatva egymást, ahogy mi is most itt ülünk, mert ezért vagyunk itt, hogy a saját területünket ki tudjuk egészíteni olyan plusszal, ahogy Imre mondta, ami egy előrelépés, egy tovább lépés. Egy következő tudatszintre, a hatosra lép most át az emberiség. Tehát itt van egy evolúciós meghívás, itt van egy evolúciós történés. Az evolúció nem csak a testben történik, ahogy hittük, az általános és iskolás gimnáziumban azt tanuljuk, hogy evolúció egyenlő test, biológia, ugye, de arról nem hallottunk, hogy az evolúció a tudatban, a lélekben is történik. Tehát van egy evolúciós meghívás arra, hogy a lelkünkben meglépjük ezt a hatos szintre lépést, és ez egy olyan átfogó erő, ami elemezhetjük majd a magyarság jellemzőit és sorsát, engem is nagyon érdekel, de először ki kell mondanunk, hogy mint emberiség egészen van most egy szintváltásra egy meghívás. Ha visszatérjünk arra, hogy az élet virágának a 7 szirma, akkor azért a 7 törzs időszakát, ha felvetjük, azért a törzsön belül mindenki egy ember volt. Mindenki együtt örült, vagy ha kellett, együtt sírt, és együtt ott nem volt kárörvendés, hogy a te tehened megdöglött, jaj de jó, hanem együtt segítettek. Ezt kellett szétverni, azért kellett szétverni, mert ez akkora egység volt, hogy ővelük aztán nem bírtak el, itt jöhetett akármilyen szélrózsa forgása, itt ők egy voltak. 7 egyenlő sugarúkör virágalakzatban elhelyezkedve. 7 őselem, melyek együttes hatásának, kölcsönös harmóniájának az eredménye maga az élet. Hogyan is lesz ebből megoldás a mindennapjainkban? Kik adják ehhez a sok ezer éves szimbólumhoz a megoldó kulcsokat? Csak is azok, akik értik és tiszteletben tartják a lényegét, magát, az életet. Mi ezeket az embereket keressük. Őket szólítjuk. A következő hónapok belső egyeztető beszélgetésekkel telnek majd. Az asztal résztvevői első számú feladatként az egymás megismerését és a társadalomra leginkább pozitív hatással bíró együttes cselekvési pontok meghatározását tűzték ki feladatul.